reggelt kívánok mindenkinek, tiszteltek, köszöntök mindenkit. Nem vagyok még modernizált, progresszív és digitalizált, ezért papírral, tollal és dossziéval dolgozom. A kormány ennél sokkal jobb állapotban van. Csak néhányan vagyunk, akik ritkán prezentálunk, nem mondom meg, hogy ki a másik. Arra kért ma a portfólió, hogy ismét legyek vendégük. 2020-ban jártam itt utoljára egy mezőgazdasági konferencia alkalmából, és Gabinak már jeleztem is, hogy érdemes az agráriummal foglalkozni az év második felében, mert ha van nehéz helyzetben lévő ágazat az építőiparon túl, az 2024-ben biztos, hogy a mezőgazdaság lesz. Szeretném megköszönni a szólás lehetőségét és a meghívást is, és igyekszem a portfólió olvasottságát a ma elmondottakkal föllendíteni, illetve a like és komment versenyben reményeim szerint, amit mondok, valamelyest sikerül beszállni. Szeretném köszönteni a magyar építőiparosokat, és szeretném megköszönni itt is az együttműködést abban a munkában, amit az elmúlt két esztendőben közösen a minisztériumban, a minisztériummal, a kollégáimmal együtt elvégeztek. A magyar építőiparosok külön-külön együtt is, az Évoszon keresztül is és a kamarákon keresztül is nagy segítséget nyújtottak abban, hogy a munkánk kiteljesedjen, vagy valamelyest előre lépjünk. Köszönöm szépen a fölvezetésben megemlített törvényeket és jogszabályi változásokat. Egy nagyobb keretbe szeretném helyezni mindazt, amit elvégeztünk, elsősorban azért, hogy megértessem, milyen célok vezetnek bennünket most is a következő időszakban is a döntéseinket illetően, és rávilágítsak arra is, hogy miben számíthatnak ránk a 2024-25-26-os esztendőben. Ez azért nagyon fontos, mert a jelenlévőknek ismerniük kell a kormány gondolkodásmódját, talán azért is hívtak és azért bíztattak a szólásra, hogy betekintést engedjek abba, hogy mi alapján hozzuk meg a döntéseinket, és a következő években milyen irányt szánunk Magyarországnak. Ugye mai korban, amelyről már jósolták a nemzetek végét és a történelem végét is, ebben a korban egy olyan kormányzati koalíció és egy olyan politikai közösség vezeti az országot, amely számára a legfontosabb, a legesszenciálisabb kérdés, az minden kétségem felül a szuverenitásnak a kérdése, és ha valaki próbálja megérteni a saját vállalkozásának makrokörnyezetét, akkor láthatja, hogy a világban, Európában és a globális világban is az integráció, a nagy integrációk létrejött, a globalizáció és a lokalizáció, a globális és a helyi, a globális és a szuverén versenye határozza meg, determinálja a különböző politikai közösségek jelenét és jövőjét. Gondoljanak csak a 2024-es Amerikai Egyesült Államokbeli választásokra, amelyben, ha elmélyülnek, és ezt ajánlom is mindannyiójuknak, akkor láthatják, hogy milyen értékrendek, milyen világnézetek és milyen megközelítések csapnak össze egymással. A mi értelmezésünkben a szuverenitás azt jelenti, hogy a 21. században a magyarokról semmit nem lehet dönteni a magyarok nélkül. Az azt akarja mondani, hogy minden fontos döntést lényegében nekünk kell Budapesten és Magyarországon meghoznunk, a saját sorsunkat illetően, és ezekről a döntési kompetenciákról nem mondhatunk le. Hogy van-e aktualitás ennek a kérdésnek, azzal támasztanám meg, hogy 2008 után, amikor a világgazdasági válság tombolt, a világ jövőjével kapcsolatban két világos út rajzolódott ki, ami mind a mai napig meghatározza a korszak megértésével kapcsolatos vitákat. Az egyik, hogy még erősebb globalizációra van szükség, világkormányzásra van szükség, központosított döntésekre, és ezek a központosított döntések és szabályozók például a pénzügyi világban csökkentik annak a kockázatát, hogy csődbe menjen Európa vagy az angolszász világ. A másik megközelítés, hogy sokkal nagyobb nemzeti önállóságra, sokkal nagyobb szuverenitásra van szükség, és a döntéseket helyben kell meghozni, azért kell küzdeni, hogy minden döntés itt születhessen meg. Ezért aztán mi arra az elhatározásra és arra a stratégiára jutottunk, hogy azt, hogy kivel éljünk együtt, hogyan éljünk a Kárpát-medencében, hogyan állítsuk elő a létszükségleteinkhez és a boldogulásunkhoz szükséges eszközöket, energiákat, legyen szó áramról vagy éppenséggel oltóanyagról, hogy milyen iparágokat fejlesszünk és mibe investáljunk, hogy hogyan alakítsuk a biztonságpolitikákat és a külpolitikákat, ezt mi magunk szeretnénk eldönteni. Az a kérdés, mai konferenciát is érintően, hogy a politikai szuverenitás milyen viszonyban van a gazdasági szuverenitással.
Tekintettel arra, hogy Európának mégis az együttműködés az érdeke a gazdaság területén, és a világban is a gazdasági globalizáció, a gazdasági együttműködés korában élünk. Nem lehet bezárkózni, nem lehet lezárni a határokat, közös piac, vámunió, nem csak Európán belüli, hanem globális együttműködési kényszer is van. A gazdasági szuverenitás nem jelentheti a bezárkózást, ugyanakkor mégis a politikai szuverenitásnak kell a fedezete lennie. Nem lehet gazdasági szuverenitás nélkül politikai szuverenitást megvalósítani. Az a kérdés, hogy ez lehetséges-e, hogy itt két út áll minden nemzetet kormányzó és irányító politikai erő előtt, az egyik a 2010 előtti, a másik a 2010 utáni magyar út. Mi történt ebben a kontextusban Magyarországon 2010 előtt? Az akkori kormányokat úgy kell elképzelni, mint egy nagyvállalat country menedzsereit, akik tulajdonképpen az országot menedzserként irányították, és az ország gazdasági érdekeit, szempontjait, a szuverenitás szempontjait egyértelműen beáldozták a nemzetközi multinacionális érdekeknek és nagyvállalatoknak. Tették ezt ezért, hogy lájkokat szerezzenek, tehát szeretetet vásároltak az ország kiárusításával, szeretetet vásároltak a szocialista és liberális kormányok itt Magyarországon 2015 és azóta is a világban, azzal, hogy tulajdonképpen kinyitják a piacaikat, elárulják a nemzeti érdeket, és eladják az országukat, ezért persze jár a simogatás, jár a like, és jár a szeretet is, de ennek azért Magyarország óriási árát fizette. Mi egészen másképpen gondolkodunk, de ez a gondolkodás nem egy kommunista gondolkodás, mi nekünk nem a tőkével és nem a piaccal van a problémánk, nekünk azzal van a problémánk, ha multinacionális, globális érdekek és nagyvállalatok leuralják az országot, beavatkoznak az ország szabályozásába, eltulajdonítják az alapvető stratégiai erőforrásainkat, és az ebből származó profitot és haszont elviszik ebből az országból. Ezzel szemben a mi célkitűzésünk 2024-ben az, hogy Magyarország a szuverenitását erősítendő váljon kulcsállammá, a kulcsállam fogalmát javaslom megjegyezni azoknak, akik a közügyek és a közélet iránt érdeklődnek, most és a következő évtizedben. Mit jelent a kulcsállam fogalma? Azt jelenti, hogy a Kárpátoktól délre Magyarországnak kell a legerősebb és legvonzóképesebb országnak lennie, legyen szó akár tőkebefektetésekről, legyen szó akár a Budapesten tanulásról, vagy éppenséggel a lobbyerőről, amit az ország gazdasága és az ország politikai vezetése kész és képes megvalósítani. Tehát az a célkitűzésünk, hogy ebben a régióban Magyarország legyen a legerősebb ország, Magyarország legyen a legvonzóbb, a tőlünk délre és keletre lévő országok számára konkrét logisztikai értelemben is, és átvitt politikai-gazdasági értelemben is Magyarországon keresztül vezessen az út. Az a kérdés persze, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország kulcsállammá váljon. Kell egy olyan kormány, amely a szuverenitásban és az önállóságban hisz, ez a vallása, és persze kell egy nagyon erős gazdaság is, nagyon sok pénz kell hozzá, gazdasági erő is kell hozzá. Felénk a Dél-Alföldön azt mondják, mit ér a harag pénz nélkül, mit ér a harag erő nélkül. Lehet rázni az ötlöt Brüsszelre szemben, de ha nincs pénzünk, akkor ez a harag és ökölrázás jóval gyengébbnek tűnik. A mi stratégiánk az, hogy nem mindent fejlesztünk egy kicsit, hanem annak érdekében, hogy Magyarország gazdaságilag is kulcsállammá váljon, földrajzi, politikai és gazdasági értelemben egyaránt, kiemelünk néhány iparágat azok közül a lehetőségek közül, amely Magyarország számára nyitva áll. Itt szeretném szóba hozni azt, hogy ebben a lehetőség sorban, vagy ebben a választási sorban nyilvánvaló, hogy az első és legfontosabb az autóipar kérdése. Nagyon sokan vitatkoznak arról, hogy jó döntés volt-e, és tudom, hogy portfóliónak van egy programja pont Kecskeméten, az új épülő Mercedes gyár kapcsán. Sokan vitatkoznak arról a gazdaság elemző körében, hogy vajon jó döntés volt-e Magyarország jövőjét részben vagy nagy részt az autóiparra fölfűzni. Ha megnézzük, hogy az ipari termelésben, a GDP-ben mekkora az autóipar szerepe, akkor minden kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy Magyarország most és a jövőben is autóipari ország. Én azok közé tartozom, akik az autóipar dinamikus változása ellenére is azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Mondom ezt azért, mert a motorizáció uralni fogja a 21. századnak az első felét, és biztos vagyok abban, hogy a mobilizáció és a mobilitás is egy rendkívül fontos kérdés lesz.
Nem értek egyet azokkal a szkeptikusokkal, akik temetik az elektromos autóipart a jelenlegi piaci trendek változásával együtt, ugyanis azt gondolom, hogy a világban a jövőben kétfajta autó gyártására nyílik mód és lehetőség. Az egyik a drága autó, a másik pedig az olcsó autó. Függetlenül a hajtás típusától és technológiájától. Mire gondolom? A BYD, ami nem soká Szegeden gyárat épít, 4.400.000 darab autó éves értékesítésére építi föl a kapacitását az egész világban. A BYD 4.400.000 darab autót fog eladni, 20-30 ezer eurós autókról beszélünk az egész világban. Ezzel a kapacitással mindenkit, aki a középszegmensben van, képes lesz megverni. Azonban Magyarország azzal, hogy az Audinak, a BMW-nek és a Mercedesnek biztosított lehetőséget, a luxus szegmens a felső harmad irányába tett nagyon erős lépéseket, és ha valaki követi a piaci trendeket, akkor az autóiparban olcsó autót lehet eladni a jövőben, és drága autót lehet eladni a jövőben. A gyártott luxusautókat veszik, mint a cukrot Kínában, Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Tehát Magyarországon olcsó autót kell gyártani egyrésztről, ez fog megtörténni Szegeden, másrészt pedig drága autót kell gyártani, erre áll rá a Mercedes, az Audi és a BMW. A világban, ezt a portfólió talán nálam sokkal jobban tudja, minden évben 2 millió új euró vagy dollár milliómos van. 20%-uk azonnal Mercedes-t vásárol az első millió után. Ezért az az ország, amely a Mercedes-re, az Audi-ra vagy a BMW-re, a legmagasabb presztízs márkákra építi a jövőjét, az az ország biztos, hogy jó alapokra építette a jövőjét. Abban is biztos vagyok, hogy ha mi az egész világot illetően a legerősebb elektromobilitási képességgel rendelkezünk, másokat megelőzve hozunk létre elektromos autó gyártására képes vállalkozásokat és akkumulátorgyárakat, ezzel olyan piaci előnyre teszünk szert, amely mások számára behozhatatlan. Az egészen biztos, hogy a hagyományos meghajtású motorok jövője messze nem ért véget. A 30-as, 40-es években még benzinnel és dízellel fognak közlekedni az autók jelentős részben, de az elektromos autók a következő 30-40 évben mégis fognak fölfelé jönni, nem mindegy, hogy hol lesz a gyártókapacitás. Tehát azt kell megérteni, hogy nem csak azt a döntést hoztuk meg, hogy középszerű autókat gyártunk, van olyan ország a közelben, amelynek a GDP-nek 22%-át az autóipar adja és középkategóriás autókat gyárt, ott nagyon nagy problémák lesznek, hanem azt a döntést hoztuk meg, és abban az irányba haladunk, és ebben támogatjuk a BMW-t, Mercedes-t és az Audit is, hogy minél magasabb kvalitású, minőségű és minél drágább autókat állítsanak elő Magyarországon, amin a legnagyobb profitot képesek realizálni. Másrészről pedig minél olcsóbb autók előállításának is központi helye legyen Magyarország, ez lesz a kínai autóipar szerepvállalása Magyarországon. Másik ilyen kérdés volt a hadiparnak a kérdése, ami szintén egy politikai fölismerés eredménye. Magyarország és a magyar politikai vezetés nagyon korán, másokhoz képest nagyon korán ismerte föl, hogy az orosz-ukrán háború nem egy kirándulás, egy hosszú távú eszkaláció, egyáltalán nem egyértelmű, hogy hogyan és miként lesz vége kinek a győzelmével, és egészen biztos, hogy megváltozik Európa és a világ biztonságpolitikai térképe, fegyverkezés indul. Ha ma elolvassák a napi brüsszeli sajtót, sajtójelentéseket Brüsszelből, ami ma a fő topik az Európai Unió központjában, az például az európai államok fölfegyverzése, közös biztonságpolitika, közös hadseregnek a kérdése, akár a NATO-val együtt, akár a NATO-tól függetlenül. Tehát az a téma, hogy minden ország rendelkezzen saját védelmi kapacitással, képességgel, fegyvereket tudjon vásárolni és netán előállítani, ez a következő 20 évet akár tetszik nekünk, akár nem meg fogja határozni. Nézzék meg az Amerikai Egyesült Államokban milyen viták zajlanak a NATO jövőjével kapcsolatban. Egészen biztos, hogy ha a republikánusok győznek, akkor a NATO-val kapcsolatos kiadások mindenhol Európában nőni fognak. A katonai kiadásokat növelni kell az európai országoknak, hogyha a republikánusok nyerik meg a választásokat, és ettől függetlenül egy olyan országban élünk, amelynek a határán háború zajlik, amely teljesen bizonytalan, hogy hogyan és mikor ér véget. Magyarul kénytelenek vagyunk a magyar hadsereget újjászervezni, fölfegyverezni, és ha már ezt megtesszük, akkor ezt úgy kell megtegyük, hogy legyen magyar hozzáadott érték, ami azt jelenti, hogy legyen magyar hadipari kapacitás, amely képes gyártani, itthonra és külföldre is. Praktikus, ami mindig azt mondjuk, hogy magyarok munkájából magyarok haszna legyen, ha a magyarok pénzét költjük például fegyverekre, akkor legyen magyar haszon is. Következő ilyen témakör volt, a
amit szintén a korszak hozott elő, és a fókuszba be kellett emelnünk harmadik prioritási tengelyként, az élelmiszeriparnak a kérdése, hogy a Covid bizonyította azt be, és a Covid mutatta azt meg, hogy előállhatnak olyan élelmiszer ellátási problémák, amelyek fölértékelik egy országnak azt a képességét, hogy saját magát ellássa. Tehát mi, amikor a kormányban az ország jövőjéről gondolkodunk, akkor nem prompt napi érdekek alapján hozunk meg a döntéseinket, hanem próbáljuk megérteni a világban zajló folyamatokat, és próbáljuk sziklára építeni, és nem homokra építeni az ország jövőjét. Ezért úgy gondolom, hogy az ország önállóttó képessége például az élelmiszeripar területén egy kulcsfontosságú téma. Mi magyarok képesek vagyunk alapanyag szempontjából 20 millió ember számára élelmiszert előállítani, tehát annyi alapanyag előállítására vagyunk képesek, ami 20 millió embernek adna élelmet, miközben mi magyarok ma 10 millióan is többségében nagy részt importból származó élelmiszert fogyasztunk. Ez egy olyan világban, ahol nő az élelmiszer iránti vágy, igény, hiszen nő a világ népessége, csökken az élelmiszer termelő területeknek a nagysága a klímaváltozás miatt, úgy gondolom olyan potenciális érték és lehetőség, amelyet hülye az az ország, amely kihagy. Ehhez képest olvasom a napi sajtóban, például a portfólióban, hogy szomszédunkban a fűszeresnek véleménye van a magyar élelmiszeripar megszervezésére. Olvasom, hogy az osztrák közértes beüzent Magyarország kormányának. Először is azt szeretném mondani minden Magyarországon befektető külföldi vállalkozásnak, hogy tiszteljék a vevőiket, tiszteljék azt az országot, amely befogadta őket, és tiszteljék azokat az embereket, a magyar fogyasztókat, akik extra profitot termelnek számukra. Az a külföldi vállalat, amely nem adja meg a tiszteletet a magyaroknak, függetlenül, hogy ellenzékiek azok a magyarok vagy kormánypártiak, nem maradhat ebben az országban tartósan. Követeljük, elvárjuk és ki fogjuk kényszeríteni, hogy minden külföldi vállalkozás megadja minden magyar embernek a tiszteletet, megadja a tiszteletet az ország politikai és gazdasági döntéshozóinak is. Tehát azt tudom mondani, hogy az osztrák fűszeres kollega az általa fönntartott és az általa korumpált osztrák sajtó segítségével ne próbálja megfenyegetni Magyarország kormányát. Általában is szerintem itthon már mindenki tudja, hogy mi olyan csávók vagyunk a Fideszben, akiket nem érdemes megfenyegetni, mert nem tűrik a fenyegetést sem a politikából, sem a gazdaságból. Azt tudom mondani, hogy azzal, hogy teljesen alaptalanul, teljesen igazságtalanul, totális hazugságokat állítva az osztrák fűszeres kollega megvádolta Magyarország kormányát, azzal azt érte el, hogy ez a cég ennek az árát meg fogja fizetni most és a következő időben. Az ugyanis elképzelhetetlen, hogy valaki Ausztriából, fűszeresként vagy közértesként, úgy, hogy Magyarországból él, Magyarország kormányát vagy annak miniszterelnökét gyalázza. Ugye régen az volt a szokás az osztrák-magyar monarchiában, hogy az osztrák katonák és katonai vezetők a magyar katonáknak ugye, azt mondták, hogy pofa be és szolgálj tovább. Ez volt az osztrák mondás. Valószínű Ausztriában az itt lévő vállalatok vezetői és az osztrák gazdasági és politikai elit egy része nem vette észre, hogy ennek a világnak vége van. Magyarországnak nem mondhatják többet, hogy pofa be és szolgálj tovább. Nem tűrjük azt, hogy az érdekeinket és a szempontjaikat bárki is lábbal tiporjon. Szeretném azt elmondani, hogy a vámunió, az Európán belüli vámunió, az nem jelenti az önálló szuverenista gazdaságpolitika feladását. Sem az építésgazdaságban, sem az élelmiszeriparban, sem az építőiparban. Miért mondom ezt? Gondoljuk csak végig, mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan magyar élelmiszeripari vállalkozás, vagy egy olyan kiskereskedelmi vállalkozás, akinek lenne 7-800 üzlete Ausztriában, extra profitot termelne, és azt elhozná Budapestre. Magyar kiskereskedő, magyar nagykereskedő és magyar élelmiszeripari vállalkozás uralná mondjuk Ausztria élelmiszerpiacát. Mit szólnának ehhez a nagyon kedves osztrák testvérek, barátok, gazdák, érdekképviselők és politikusok? Nyilván nagyon rosszul viselnék ezt. Nyilvánvaló, hogy mindent megtennének annak érdekében, hogy tűzzel vassal kiirtsanak bennünket. Hogy van az, hogy Európa építőiparát 40-50%-ban
a német és francia építőipar, építésgazdaság urája, és mi magyarok 1,2%-kal járulunk mindenhez hozzá. Tűrni vagyunk-e kötelesek, kötelesek vagyunk-e tűrni azt, hogy az osztrák élelmiszeripar, vagy a francia, német, osztrák építőipar leuralja Közép-Európa és Magyarország piacát. Én azt gondolom, hogy erre nem vagyunk kötelezhetőek. Szeretném mondani, hogy mi alapvetően nem kiszorítani akarjuk őket, hanem rászorítani akarjuk őket a tisztességes piaci magatartásra. Adják meg annak az országnak a tiszteletét, ahol dolgoznak, ne rabolják ki azt az országot, ahol dolgoznak, és vegyék tudomásul, hogy vannak szempontjaink és vannak érdekeink, amit érvényesíteni fogunk. Ugye mi a Fideszben megtanultunk árral szemben is úszni, pénz nélkül kormányozni, és most a spárral szemben is tudunk úszni, ne legyen senkinek sem ilyen irányú kételje vagy kétsége. Egyébként én azok közé tartozom a kormányban, akik azt a tanácsot adták a miniszterelnöknek, remélem megfogadja, hogy ha már az osztrákok azt hazudták, hogy az állam be akart szállni a spárba, akkor ezt tekintsük egy jó ötletnek, és vegyük meg az egészet szőröstől bőröstől. Tehát eddig nem jutott eszébe a magyar államnak, hogy beszálljon a spárba, de most, hogy az osztrák testvérek ezt felvetették, szívesen állunk a rendelkezésükre. Az élelmiszer, hadipar és autóipar mellett vannak azonban olyan iparágak, amelyekben a jövőben a kormány mindenféleképpen egy második szegmensben sokat kíván fektetni. Ilyen az energiaipar. Az energiaipar és Paks megépítése, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar ipari vállalatok energiaköltség oldalon versenyképesek tudjanak maradni. Ha valaki érti, ami az európai gazdasági világban zajlik, az pontosan láthatja, hogy az európai nagyvállalatok azért veszítik el a versenyképességüket, mert Németország energiapolitikája oda vezetett, hogy ma az Amerikai Egyesült Államokban egy autót 30%-kal lehet olcsóban előállítani, mint Németországban. Ezért Németországban a Mercedes nem fog újabb gyárakat építeni, Németországban az ipar, a német ipar nem fog beruházni, visszazuhan a beruházási ráta, és azokban az európai vagy nem európai országokban fognak investálni, ahol a költségeik alacsony szinten tarthatóak, illetve a költségeik versenyképesek lehetnek Amerikában vagy Kínában. Európán belül csak egy olyan régió létezik, ahol ezek a költségek még versenyképesek, legyen szó munkabérről vagy energiával, nyugattal és kelettel, ez pedig a közép-európai régió, Lengyelországtól egész le az Adriáig. Ez a régió az, amely még a költségekkel versenyképes tud lenni az amerikai ipari piaccal. Ezért az energiaipar, amit Lantos miniszter úr visz, erőművek építése, Paks megépítése, alternatív energiaforrásokkal, olcsó energiával az ország önellátása, ez meggyőződésem szerint a magyar ipar versenyképességének kulcskérdése. A másik ilyen kérdés a mobilitás, a logisztika kérdése. Utaltam arra, hogy ha kulcsország akarunk lenni, akkor annak a jelentősége, hogy rajtunk keresztül menjen mindenki, ez elengedhetetlenül szükséges és fontos. Mi arra gondolunk, hogy nem elégedhetünk meg azzal, amennyi autópályát építettünk és amennyi autót építettünk eddig, még többre van szükség. Magyarországot közlekedési értelemben egy olyan országgá kell tenni, amely a vasúti áruszállítás, a személyszállítás vagy a privát közlekedés szempontjából Kelet és Dél-Kelet Európa számára megkerülhetetlen. Aki tőlünk keletről jön, aki tőlünk délről jön, akár árut szállít, akár személyesen utazik, Magyarországon keresztül menjen. És szedjük ennek a hasznát. Csak hogy világosan beszéljünk. 600 milliárd forint az úthasználatból származó teljes bevétele a magyar államnak, és ez rövidesen 1200 milliárd forintra fog fölmenni. Ez az autópálya délhasználatból van, és alapvetően azoknak az utaknak a használatából, amely fizetéskötelesek. Ha arra gondolok, hogy Magyarországon ma a közút, ami a közút karbantartással és fejlesztéssel foglalkozik, 100 milliárd forintból gazdálkodik a közút, akkor az évi 600 milliárd forintos bevétel extra bevétel Magyarországon. Tehát az, hogyha rajtunk keresztül megy át a félvilág, ez egyrészt, hogy nyilván óriási környezettermelés, kétség nem fél hozzá, ugyanakkor rengeteg pénzt lehet vele keresni. Tehát a mobilitásban, a logisztikában, Budapest körül egy új logisztikai gyűrű fölépítésében, a V0-ás vasút megépítésére csatlakozva a Budapest-Belgrád jövőre elkészülő vasút szakaszához, meggyőződésem szerint óriási lehetőség van. Ez a pont Magyarország kell legyen a keleti gazdaság és a nyugati gazdaság találkozási pontja. Ugye a mi politikánk, a nyugaton zajló változások, amelyek azért érdemiek, arra vezetnek, hogy Magyarország egyrésztről végrehajtson egy keleti nyitást,
és megpróbáljon nyugaton is változásokat elérni. Mire gondolok? Amikor vége lett a kommunizmusnak, az akkori közös piacnak a világ GDP-ben való szerepe olyan 26-28% volt. Az Amerikai Egyesült Államok körülbelül 15-20%, Kína 2%. Most az Európai Unió világ GDP-hez való hozzájárulása 18%. Az Amerikai Egyesült Államok el fogja érni a 30%-ot, és Kína is el fogja érni a 30%-ot. Az Európai Unió folyamatosan veszít a befolyásából, veszít az erejéből, és veszít a lehetőségeiből. Ezért aztán nekünk az az érdekünk, hogy nyugaton is változás legyen. Ez nem csak politikai, hanem gazdasági érdekünk is. És nagyon fontos érdekünk az, hogy kelet és nyugat találkozási pontja lehessen. A harmadik ilyen terület pedig az építésgazdaság. Az építésgazdaság, amely egy olyan terület, amelyet meg tudnánk hosszú távon magyar kézben tartani. Én az építésgazdaság alatt nem csak az építőipart, hanem az építőanyag előállítást is, és az építőiparhoz kapcsolódó logisztikát és mindent értek, tehát tág értelemben használom ezt a fogalmat. És képesek lennénk az építésgazdaságot egy olyan magyar iparággá fejleszteni, ahol mondjuk a 10 legnagyobb vállalatból 8 magyar lehetne hosszú távon. Tehát van konkrét célkitűzésünk az építésgazdasággal és az építőiparral. Ugye mi ez a munkához hozzá is láttunk 2010-es években. Tulajdonképpen 2010 és 2022 között az építőiparban a magyar tulajdonban lévő vállalkozások földtőkésítése zajlott. A szociológusok és a politológusok mindig mondják, hogy a nemzeti tőkésosztály, én azt mondom, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a földtőkésítését megtettük. Én azt gondolom, ennek az országnak nem az a problémája, hogy van Mészáros Lőrinc és van Szijj László, az a problémája, hogy kevés van belőlük. Tehát nekünk az lenne az érdekünk, hogy minél több Mészáros Lőrinc és minél több Szijj László legyen, és mindenki minél erősebb legyen. Azonban ebben a folyamatban történt egy kis probléma, tekintettel arra, hogy annak idején megkérdezték Harold Macmillant, aki konzervatív miniszterelnök volt a 60-as években, és egy morális kérdés szempontjából Angliát, Nagy-Britanniát válságba szorító szex skandalum következtében távozott a hatalomból, és buktak meg utána a konzervatívok nem sokkal, senki ne értsen áthallást. Megkérdezték tőle, hogy mi a politikában a legfontosabb egy politikus számára, és mit jelentik a legnagyobb kihívást. Erre azt mondta a fiatal újságírónak, az események, kedves fiam, az események. Hát mi is így vagyunk a magyar politikában, hogy az események, a napi események jelentik a legnagyobb kihívást. És az építőiparban is úgy jártunk, hogy az energiaválság, az infláció és természetesen a pénzügyi források szűkülése együttesen ahhoz járult hozzá, hogy 2022-re egy teljesen új világ köszöntött be az építőiparban és az építésgazdaságban. Ez nem csak azzal mérhető, hogy a 21-22-es bázisévhez képest 23-30%-kal, tehát 25-30%-kal csökkent a megrendelések aránya, hanem az energiaválság, az energiaárak emelkedése, az infláció, és természetesen a megrendelések hiánya, a gazdaság lassulása, a tavalyi recesszió legjobban, leginkább az építőipart vágta orrba. Tehát ha végignézek, hogy melyik iparág, melyik gazdasági ág, mennyit szenvedett az infláció miatt, mennyit szenvedett az energiaárak emelkedése miatt, mennyit szenved az elmaradt megrendelések, elmaradt beruházások miatt, akkor az építésgazdaság az egyik legnagyobb vesztesnek fogható föl. Mi ebben a helyzetben a kormány számára nyitott lehetőség? Beszéltem a keleti nyitásról és a nyugati ébredésről. Ez abban az összefüggésben értelmezhető ebben a helyzetben, hogy a kormány nem csak megrendelőként tud föllépni, hanem az is fontos, hogy tőkét hozzon ebben az időszakban az országnak. Tehát abban vagyunk érdekeltek, hogy nyugati vállalatok normális, korrekt, a beszédem fűszeresek részére vonatkozó interveit figyelembe tartva hozzanak Magyarországra befektetéseket, és FDI alapú gazdaságpolitika legyen. Természetesen ez a keleti vállalatok tekintetében is nyitva van. Az építőipar számára azt mondhatom, hogy a 24, 25, 26-os és még a 27-es év is a gyárépítések éve lesz Magyarországon. Ugye a Magyarországra beáramlott tőke értéke 15 milliárd és 20 milliárd euró között lesz, amelyre nem volt példa az elmúlt 35-40 évben. Olyan volumenű gyárépítések zajlanak különböző ipari központokban. Ez jelenti Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen központ. Jelenti természetesen a Nyugat-Dunántúli most meglévő ipari központokat, Veszprém vagy Győr, és jelentheti Pécset, mint ahogy jelenti már Szegedet.
amelyek óriási építőipari kapacitások lekötésére tesznek lehetőséget. Persze az egy óriási kérdés, hogy a magyar építőiparosok itt versenybe tudnak-e szállni, rendelkeznek-e kellő hatékonysággal, rendelkeznek-e ehhez tőkével, és rendelkeznek-e ehhez hitellel. Mert a második pont, azon kívül, hogy mi tőkét hozunk be az országba, amiből gyárépítések lesznek, és a gyárépítéseket meg kell próbálnunk allokálni a magyar építőipar számára, nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magukra a válságban lévő vagy nehéz helyzetben lévő építőipari vállalkozásokat. Ehhez azonban biztos, hogy állami segítségre, állami mentőprogramra is szükség lesz 2024-ben. Bizonyos vállalatokat meg kell menteni a tönkremeneteltől. Másrésztről pedig arra is szükség lesz, hogy a kamat tovább csökkenjen, hiszen magas kamatú hitelezés mellett a vállalkozások nem tudnak jól vállalkozni. Amíg az alapkamat magas, és még mindig abban a sávban van, ami egy építőiparos szempontjából magas, ha beruházni akar, a beruházás pedig kellene a hatékonysághoz, a hatékonyság pedig kellene ahhoz, hogy megkapja a BMW-től, a Mercedes-től, vagy a BYD-től a megrendelést, és a hozzá kapcsolódó vállalkozásokhoz. Tehát amíg a kamat magas, vagy ennek a szektornak bizonyos értelemben mégiscsak magas, addig nyilvánvaló, hogy ezen a ponton nagyon nehéz lesz tovább lépni. Nagyon fontosnak gondolom ebben a helyzetben az állam szerepét, nem csak a támogatói oldalon, hanem a megrendelői és szabályozói oldalon is. Semmi jót nem tudok mondani a 2024-es megrendelését illetően, mert nyilvánvaló a kormánynak az a célja, hogy a hiányt levigye 4,5%-ra. A költségvetési hiány csökkentés elsődleges cél a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. A költségvetési hiány cél csökkentésében nekem nyilvánvalóan a beruházások lassításával, átütemezésével, vagy a beruházások elhalasztásával kell foglalkoznom. Ezt csinálom már 2022 ősze, óta akkor 5500 milliárdnyi beruházást halasztottam el, illetve függesztettem föl, most újabb átütemezés van rajtam, újabb átütemezéssel revolvereznek, és ráadásul úgy alakult át a kormány, hogy most már nem csak egy irányból a pénzügyminisztériumból, hanem egy másik irányból is kapom a pofonokat Nagy Márton miniszter úrtól. Tehát két irányból vagyok beszorítva, hogy csökkentsem, vagy racionalizáljam a beruházási kiadásokat, költségeket. Ehhez képest csoda, hogy még építőiparosok szóba állnak velem, vagy megtűnnek, és úgy tűnik, mintha meg is hallgatnának. Tehát nem remélhetik azt, hogy 24-ben ezen a területen érdemi fölrendülés lesz, és az állami beruházások beindulnak. Azonban remélhetik azt, hogy 24-ben rengeteg tervezői munkát fogok kiadni, rengeteg állami tervezői megbízás lesz, mert 25-26-ban nyilvánvaló, hogy erős gazdasági konjunktúrát és erős gazdasági növekedést szeretnénk. Ennek két oka van. Nyilvánvaló, hogy a magyar gazdasági fejlődés szempontjából a növekedés mindig egy nagyon fontos kérdés. Ez az ország akkor tud fölzárkózni, hogyha a növekedés 4-5%, ettől az idén nem messzebb leszünk nyilvánvalóan. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy az ország jobb legyen, az ország jobban éljen, Magyarország gazdagabb legyen, és Magyarország erősebb legyen, hogy minél nagyobb gazdasági növekedés legyen. A minél nagyobb gazdasági növekedés elképzelhetetlen beruházások nélkül. És természetesen, miután politikus beszél, az is fontos, hogy 26-ban megválasztanak bennünket, ahhoz meg konjunktúra kell. Tehát nyilvánvaló, hogy 24 második felétől 25-ben, 26-ban abban lesz a kormány érdekelt nemzeti szinten az ország erősítése érdekében, hogy gazdasági növekedés legyen. De miután politikusok vagyunk, ne beszéljünk mellé, legalábbis én itt ezen a ponton. Politikusként én is abban vagyok érdekelt, hogy 26-ra erős gazdasági növekedés legyen az országban, és ez nyilvánvaló befolyásolja majd az állami megrendeléseket is. Van rengeteg megkezdett fejlesztési programunk, reformunk, ágazati fejlesztési elképzelés, amihez pénz kell és tőke kell. Csak én a vasútnál, az infrastruktúrába és a járműbeszerzésben egy 10 milliárd eurós fejlesztési programot tettem a kormány asztalára. Tehát fejlesztési elképzelés bőségesen van. Az a kérdés, hogy a forrás oldalt ezt hogyan tudjuk megteremteni úgy, hogy nem csak az infláció ette meg a pénzügyi mozgásteret, nem csak a kamatok növekedése szűkítette a pénzügyi mozgásteret, hanem tudják jól, hogy az én minisztériumom európai blokk alatt áll, a brüsszeliek pontosan a magyar építőipar számára nem akarnak forrásokat adni, ugye? Mi 2010 óta átalakítottuk ezt a piacot. 2010 előtt a nyugati építőipari vállalkozások dominálták ezt a piacot, és a magyarok csak beszállítók vagy alvállalkozók lehettek. 2010 óta a 10 legnagyobb magyar építőipari vállalkozásból már 7 magyar vállalkozás. Szerintem ezért van az, hogy az építőiparba állandó forrásokat Brüsszel egyértelműen korlátozza. Tehát nálam, az én tárcámnál
55%-ban blokkolva vannak azok a források, amelyek nekünk járnak, több ezer milliárd forintról beszélek, amelyek az építőiparhoz, magas és mélyépítőiparhoz kerülhetett volna. Ez teljesen egyértelműen azért van, mert mi azt az elvet valljuk, hogy magyarok munkájából magyarok haszna legyen, az Európai Bizottság pedig egy lobby szervezet, konkrétan a Strabagnak, a Spárnak, mint ahogy láthatják, és a nagy európai multinacionális építőipari, élelmiszeripari és egyéb ágazatok, például pénzügyi szolgáltató vállalkozásoknak a lobby szervezete. Egy eszközöm azonban volt, amivel éltem, és most jutok el tulajdonképpen a beszédem témájához, de megjutatok mindenkit, hogy ez már nagyon rövid lesz. Ez pedig a szabályozás lehetősége. Ugye amikor nincsen pénzed, akkor szabályoz, tanítják a politikában. Én azt tudom önöknek mondani, hogy az építésgazdaság, az építőipar, az állami beruházások és a közlekedés területén a teljes operációt, a teljes szoftvert sikerült 2 év alatt lecserélni. Aki ezt a folyamatot követte, az pontosan tudja, hogy ez nem fog, mármint az építésgazdaság, az építőipar, a beruházási törvény, vagy az építés ügyéről szóló törvény nem fog emberek millióit utcára szólítani sem bánatukban, sem örömükben. De ágazatok szempontjából 2 meghatározó jogszabály elfogadására sor került, és folyamatban van a végrehajtási rendeletek megalkotása. Egy teljesen új rendszert akarunk bevezetni az állami beruházások rendjében. Tehát lesznek állami beruházások, az előbb elmondtam a makroföltételeket, de más játékszabályok szerint, mint ahogy eddig zajlottak. Először is az államnak magát össze kell rendeznie, tervezettebb, végiggondoltabb, racionálisabb, koncepciózusabb beruházásokra van szükség. Ezt egy példával szemléltetem, olyan elképzelhetetlen, hogy a tervezés és a kivitelezés egy kézben egyesüljön, és mondjuk ne legyen végig gondolva egy beruházás, egy terv nélkül kezdődjön el egy állami beruházás, a kivitelezőre bízva és kiszolgáltatva magát az államot. Az állam különböző ágazatainak beruházási keretprogramokat kell alkotni, és 10 évre meg kell azt tervezni, hogy hol épül iskola, hol épül óvoda, milyen utakat fogunk építeni, tehát kell egy 10 éves fejlesztési terv, ami teljesen nyilvános, transzparens, publikus, és mindenki látni fogja azt, hogy az állam nem rögtönöz, pontosan hol, melyik ágazatban mit akar létrehozni és mit akar építeni. Az is teljesen világos, hogy nem csak magunkra nézve várunk el szigorú szabályokat, hanem nagyon versenyt szeretnénk. Eddig a mennyiség dominálta az építkezéseket, az állami építkezéseket, most azt szeretném, hogyha a minőség dominálna az állami építkezéseket. Nekem kevesebb pénzből kell jobbat és többet építenem, ehhez várok segítséget az új játékszabályok elfogadóitól. Ezeket a játékszabályokat nem kell elfogadni mindenkinek, mert nem kell, és nem feltétlenül kell az államnak, vagy az állammal építeni, van magánpiac is, lehet a magánpiacon is boldogulni állami megrendelések nélkül. Az állami megrendeléseknél legalább olyan szigorúnak szeretnék lenni, és olyan következetesnek és konzekvensnek, mint a magánpiacon. Tervezek egy olyan rendszert, amelyben szeretnék pontosan látni a költségelemeket illetően, és szeretném pontosan megérteni, hogy ki mennyi pénzt keres rajtunk. Nem tudom garantálni azt, hogy a következő években az állami beruházásokban bárki is, az előbb említett uraktól a kisvállalkozókig, akár 20-30%-ot tudnának keresni. Én a nyugat-európai standard, józan és mindenki számára elérhető számokat tudom garantálni. Normális versenyben, amiben számítani fog a hatékonyság, a minőség, a precizitás és a pontosság. Nem tudok garantálni extra profitot és extra lehetőséget senkinek sem, azon egyszerű oknál fogva, mert nincs miből. Nagyobb versenyt szeretnék, az állami érdeket sokkal jobban szeretném védeni, és a minőség irányába szeretném az egész rendszert eltolni. Ezért mindenkinek meg kell fontolni, hogy akar-e velünk vagy nekünk dolgozni, mert nem lesz egyszerű, bonyolultabb lesz, nehezebb lesz, szigorúbbak leszünk, következetesebbek leszünk, és jobban fogjuk védeni az állami érdeket, mert most már nem az a cél, hogy föltőkésítsük a nemzeti építőipari vállalkozásokat, hanem az a kérdés, hogy együtt az építőipari vállalkozásokkal minél jobb dolgokat építsünk. A másik része a szabályozásnak már az egész országra vonatkozik. Azt a dilemmát kellett eldönteni az új építészetről szóló törvényben, hogy jól van-e így Magyarország, ahogy van, ugye mi magyarok erre nagyon hajlamosak vagyunk. Ugye mi alapvetően státuszkonzervatív emberek vagyunk személyesen, nem szeretjük a nagy változásokat, minden úgy jó, ahogy van. Ugye, ha valaki meg akarja az országot változtatni, az általában kiátkozás veszélyével néz szembe. Mindig a miniszterelnök tanítja nekünk, vagy nekem különösképpen, hogy jó példa az ulti. Aki ultizik, az pontosan tudja, hogy az ultiban 3 ember játszik. Egy akar valamit csinálni, és 2 az életét teszi fel arra, hogy megakadályozza, hogy meg tudja csinálni az ultiát. Magyarország pont ilyen ország.
akar valamit, valaki valamit csinálni, és legalább kettő azon dolgozik, hogy megakadályozza abban, amit akár vállalkozóként, akár politikusként meg akar valósítani. Pontosan így működik Magyarország, mint ahogy működnek a magyar politika, és a Budi játékszabály szerint működik az ország is. Ezért aztán változtatni nem olyan egyszerű. De én arra jutottam, és ezt javasoltam a kormánynak, hogy változtassuk meg a magyar építészetre vonatkozó játékszabályokat. Beruházók, magánszemélyek, önkormányzatok, és mindenki, aki Magyarországon bármit a föld felett építeni akar, új játékszabályok szerint dolgozik 24. január 1-e, majd 25. január 1-e, majd 26. január 1-e után. Ennek a szabályozásnak az a lényeg, hogy az ország sokkal jobb állapotba jöjjön, rendezettebb legyen, svábosabb legyen, mondhatom szebb legyen, amit létrehozunk, amit építünk, lakhatóbb legyen, szerethetőbb legyen, zöldebb legyen, energiatakarékosabb legyen, és a rendelkezésre álló emberi, természeti és anyagi erőforrásokat sokkal jobban használjuk fel. Én azt remélem, hogy a kollégáim kellő tájékoztatást adnak az együttműködésben, a kooperációban minden vállalatnak, minden érdekképviseltnek. Ebbe szerettünk volna mindenkit bevonni. Számos törvényt az EVOSZ-szal közösen hoztunk létre. Számos jogszabályban az építészkamara és a mérnökkamara elévülhetetlen érdemeket szerzett, és szerezni fog a jövőben is. Én azt tudom mondani befejezésül, hogy szerintem az ágazatnak a gazdasági nehézségek ellenére úgy kell tekinteni a tárcámra, mint hogy 35 év után van egy ilyen építési minisztérium, amely foglalkozik az építésgazdasági játékszabályokkal, az építőipari játékszabályokkal, helyet akar a magyar építőiparnak, az alapanyag előállítóknak, azoknak, akik az importot akarják kiváltani, és azt akarjuk, hogy miután alapanyagból építőanyagot tudunk gyártani, végre magunk lássuk el saját magunkat, ugyanúgy, mint az élelmiszernél, ugyanaz a példa. Megpróbál lehetőséget teremteni, helyet csinálni, szabályozással támogatást biztosítani. Tehát azt szeretném, hogyha úgy tekintenének rám, függetlenül attól, hogy a Fideszre szavaztak vagy sem, mint aki a saját emberük, aki a lobbistájuk a kormány belül, kormányon belül, és aki megpróbál segíteni az építőiparnak a nehézségek ellenére is. Ha jól dolgozunk együtt most, akkor a jövőben mindannyiunk számára megnyílik a lehetőség, hogy a közös munkánk több pénzből, nagyobb lehetőség mellett win-win szituáció legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak és számíthatnak rám, én is számítok önöknek. Köszönöm szépen.